A helyi termékfejlesztési stratégia kulcsfontosságú eszköz a turizmus szempontjából, hangzott el egy szakmai fórumon Vásárosnaményben. Ezeket pedig gazdaságfejlesztési céllal is érdemes kihasználni. Vannak olyan jó gyakorlatok, jó példák, amelyeket be is lehet mutatni, hál' Istennek, és én úgy gondolom, hogy a mai fórumon a résztvevők azok ezekből a jó gyakorlatokból tudnak majd ötletet meríteni, és ez nem csak a saját fejlesztéseiket fogja segíteni, hanem még egyszer mondom, hogy a térség fejlődését is nagyban szolgálja majd, úgyhogy reméljük, hogy majd azok a jó gyakorlatok, jó példák, amelyek itt bemutatásra kerülnek, azok majd követőket is hoznak maguk után, és ezzel mi is el tudjuk érni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. És hát ugye emellett még azért itt a turizmusra visszatérve, ugyan akár a Beregi térségnek a turizmusáról hallhatunk, illetve szóba kerül majd a falusi turizmusban rejlő sok-sok lehetőség is, amely itt az aprófalvas térségben én úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon komoly erőforrás. Az elmúlt több mint 10 évben kirajzolódott, hogy a Vásárosnaményi térségnek egyik kitörési pontja lehet a turizmus. Nagy hangsúlyt helyeztek a vadászati kiállításra, a horgászatra, a vízi és kerékpáros turizmus fejlesztésére. Mindez azért is fontos, mert 40 kilométeres körzetben 3 ország határ is elérhető. A természeti adottságok pedig mindehhez megvannak, hiszen a városhoz tartozik a Kraszna, a Szamos, a Tisza és a Túr egy-egy szakasza. Így a Bereg szíve méltán lehet a térség egyik turisztikai központja. Eddig mindig a Tiszapartra koncentráltunk, de megálmodtuk azt is, hogy miért ne lehetnénk kicsiben valamilyen szinten baja, hiszen a Kraszna folyó pontosan a városközpontot szeli ketté, és ahogy a Tisza elválasztja Gergely-ugornyát Vásárosnaménytól, úgy ott van még persze a Kraszna is. Láttuk azt, hogy a piac mögötti terület, illetve a Hunor hotel és étterem, valamint a vadászati kiállítás helyszíne adná magát. Ide álmodtunk meg egy olyan sétányt, amely közel 1 kilométer hosszúságig, kerépározható és gyalogosan is bejárható, ugyanis megtudtuk azt, észrevettük azt, hogy nagyon kevesen vannak azzal tisztában, itt a városban élők is, hogy bizony a Kraszna-Tisza torkolat bejárható és megközelíthető. Ezen szeretnénk segíteni azzal, hogy ide egy hajó megállásra alkalmas területet is kialakítunk, illetve 2 kis kilátóval a Kraszna egyik és másik partján összekötnénk egy függőhiddal, emellett egy játszótér kerül megvalósításra, és persze egy olyan tanúsvény, ahol a gyerekek, a fiatalok megismerhetik az itteni élővilágot is. Az eredeti elképzelések mintegy 1 milliárd forintba kerültek volna a torkolati medence úszodával és egy a térségben egyedülálló vízi színpaddal. Ezekről azonban le kellett mondani az önkormányzatnak, hiszen az elnyert pályázati összeg 500 millió forint volt, ebből épül majd ki a Kraszna sétány.